Mi az, ami nem sikerült? Miért volt gyenge a válogatott Kaunasban? Sziasztok, ez itt a taktikai tartalom. Én Bonai Gergely vagyok, és ebben a videóban nézzük a Nemzeti 11 Litvániában való pontvesztésének okait. A magyar válogatott úgy utazott Kaunasban, hogy egy győzelemmel bebiztosíthatták volna a biztos 2026-os Európa-bajnoki részvételt. De a mérkőzés 2-2-re végződött, ami azt jelenti, a Montenegró Litvánia után Budapesten Rossi csapatát is a földbe döngöli, és mi nem szerzünk pontot Bulgáriában, akkor Montenegró jut ki helyettünk az Európa-bajnokságra. Jó, azért ebben nagy összegben elfogadjuk, hogyha minket esetleg nem Fagiolinak, vagy Tonalinak, esetleg Zaniolónak hívnak. Jó, tehát lényegében amúgy szinte biztos, hogy kín vagyunk az Európa-bajnokságon, de nézzük meg, hogy ennek a döccenésnek Litvániában mik lehettek az okai. A magyar válogatott játékáról az előző válogatott szünet alapján készítettem egy elemzést, ha esetleg ezt nem láttad volna, azt érdemes megnézni, hogy tudd, hogy nagyjából a magyar válogatott hogyan képzeli el a játékát a mostani időszakban már. Röviden azért ezt fogom érinteni, hogy megértsük a mérkőzésnek a kimenetelét. Általában azt szoktuk látni, hogy előre a magyar válogatott egy 3-4-3-ban vagy egy 3-4-2-1-ben van megadva, felrajzolva a mérkőzések előtt. Ez technikailag a labdás periódusokban, hiszen most ezen van a hangsúly ezen a mérkőzésen. A labdás periódusokban a két szárnyvédő kerkez és Négo fellép egészen magasan. Azt láthatjuk, hogy Nagy Ádám visszalép a belső védők mellé, így a három helyett egy négy védős védősorról beszéltünk, így Fiola és Szalai kimozog általában a vonal mellé, Lang is kijebb lép, hogy Nagyjal ketten együtt tudjanak belső védő szerepeket betölteni, Stiles visszajön, ő az egyik hatos, és általában Szobosztai lép még mellé szintén vissza, Salai magasabban helyezkedik Varga mellett, és így láthatunk általában egy 4-2-4-et, vagy ehhez hasonló formációt. Ebbe a magyar válogatott nagyon sokszor tud kialakítani háromszögeket, rombuszokat hasonló, főleg azzal, ha esetleg oldalra kikerül a labda, akkor gyakran a Stiles is, illetve Szobosztai is egyszerre kimozog, így rengeteg kombinációs lehetősége van a magyar válogatottnak. Elég, hogyha összekötögetjük a játékosokat, láthatjuk, hogy mennyi alakzatot tudnak kialakítani egymás között. Rossi Litvániában személyi csere mellett egy taktikai változtatást is végrehajtott, ami befolyásolta elég erőteljesen a magyar válogatott játékát, hiszen Gazdag került be Stiles helyére a magyar válogatott csapatába, ami nagyon fontossá vált. A mérkőzésen hasonló dolgokat láthattunk, mint például Nagy kilépett a védelembe, így újra létrejött a négy fős védősor, így Négo, illetve Kerkez felléptek a pálya szélső részén. Gazdag lett volna az egyik hatos, aki mellé Szobosztai visszalép, de Gazdag nem lett az a másik bizonyos hatos, mint ami Stilesnál szoktunk látni. Ő fellépett, magasabb helyezkedett, és Szobosztai maradt az egyedüli hatos. Tehát lényegében a 4-2-4, egy 4-1-5 alakult át a mérkőzésen, aminek komoly problémái voltak, hogy lényegesebben kevesebb háromszöget, rombusz lehetett ennek segítségével kialakítani a mérkőzésen, így nem tudta a magyar válogatott olyan könnyen átvinni a labdát a leghátsó játékostól, mondjuk Langtól, egészen mondjuk a szélen játszó Salaig, Kerkezik, stb. Nem tudták felvinni a labdát, emiatt nagyon sokszor elég direkt megoldásokat láthattunk, nagyon sok íveléssel próbálkozott a magyar válogatott. Ez azért is jöhetett létre, mert egy 5-4-1-et védekezett az ellenfél csapata, többnyire azért agresszívabban próbálták nyomás alá helyezni a válogatottat, a 9-esük általában nyomás alá helyezte a két magyar védőt, mindig figyeltek arra, hogy ha esetleg valamelyik szélsővédő megkapná a labdát, akkor rá is ki tudjon érkezni valaki és nyomásra tudja tartani, illetve a közepén, a pálya középső részén a labdát felvevő Szobosztai, általában mindig volt egy játékos, aki megtámadta, a neveket véletlenül nem mondom, mert biztos, hogy nem tudnám kiejteni egy litván játékosnak sem helyesen a nevét, illetve volt egy másik litván játékos, másik középpályás, aki általában kicsit biztosított, mélyebben játszott a mérkőzésen. Mivel Szobosztait folyton nyomásra tartották, ezért ebből nem nagyon tudott sokszor lefordulni, és így nem tudott fölfele passzokat eljutatni a társuk irányába, ráadásul oldalra sem tudott már nagyon kombinatívan játszani, hiszen mindenki nagyon magasan helyezkedett a mérkőzésen. Az lett volna az egyik fontos elem, hogy például a magasabban játszó Gazdag, vagy az általában a pálya középső részén játszó Kerkez, hiszen
ugye soha nyitotta legtöbbször a szélességet, és Kerkez valójában a félteretbe lépett be, tehát ilyenkor a félteretekbe játszó Kerkez, Gazdag visszalépnek labdákat, és ezeket elkérik, de ezek a mérkőzésen nem túlságosan valósultak meg, ha visszaléptek, akkor nem léptek eléggé vissza annyira, hogy az embereiktől leszakadjanak, így folyamatosan nyomással kaptak labdát, amiből nem tudtak jó megoldásokat csinálni, így a magyar válogatott elkezdett általában egy elég direkt játékot játszani arra, hogy feltörje az ellenfelet, mert látták azt, hogyha a mindegyik magyar játékos magasan helyezkedik, Sallai, Kerkez, Varga, Gazdag, Négo is nagyon magasan helyezkedik, akkor itt az öt védő ellen igazából öt támadónk van. Tehát bárki nyerhet egy pár hatot hasonlót, és elkezdett a magyar válogatott mélységi indításokra játszani, és belőttek labdákat a védelem mögé, hogy hát, hogyha ezekből a szituációkból valamelyik magyar játékos fog előnyösen kijönni, és mondjuk egy belépő Négót meg lehet találni, és utána ők helyzeteket tudnak kialakítani. De ez a mérkőzésen azért nem nagyon jött be, hiszen nem volt az annyira begyakorolva, hogy öt játékos helyezkedik ilyenkor egy vonalba, akik megpróbálják támadni a mögöttük lévő üres teretet, többször egymás helyét vették el, ráadásul láthattuk azt, hogy mondjuk Fiola is úgy döntött, hogyha nincs olyan nagy nyomás mondjuk a belső védőkön, akkor ők tudnak egy hármas láncot alkotni, és képes esetleg Fiola is arra, hogy akkor beszálljon ebbe a játékba, és ő is felmenjen, és mondjuk belép a fél teretbe, vagy ha Négo mondjuk beljebb helyezkedik, akkor ő lép fel a pálya szélső részen, és akkor így hat játékos tud játszani a másik öt védő ellen, ami nem lenne hülyeség, nyilván ilyenkor visszabzárt az egy biztosító játékos a litván csapattól, és ebben a pillanatban próbálkozott a magyar válogatott ívelésekkel, de már hatan voltak egy vonalba, tehát technikailag így is végképp egymástól vették el a helyet a magyar játékosok, vagy nem voltak pontosak az indítások, vagy már túl mélyen volt a litván védelem, nem volt helybe indítani a labdát, vagy a litván védők ezeket el tudták fejelni, és utána meg létrejött az a probléma, hogy akkor mindenki nagyon messze játszik a védekező pozíciójától, tehát Fiolának és Négónak is nagyon mélyre kéne visszafutnia, Kerkeznek is nagyon sok métert meg kell tennie, hogy visszajön a pozíciójába. Szoboszlai sem igazából az a játékos, aki megszűri a támadásokat, hiszen ő most ebben a hatos pozícióban van, hogyha jön az ellenfelnek itt igazából meg kéne valamilyen szinten szűrni a játékot, de ez igazából nem az ő pozíciója, meg ő nyomással tudja tartani az ellenfelet, támadja a hasonlók, de nem lassítja legtöbbször az ellenfelet, tehát neki sem ez alapból az igazi feladata, és mivel ennyire sok elmozgást kell csinálni visszafele a kontrák levédekezésénél, azért az problémát jelentett, hogy mindenki pozíción kívül van messze a pozíciójától, Fiola is Négo magasan helyezkedik, és ebből jött igazából az első litván gól, hogy mindenki nagyon messze helyezkedett a védekező pozíciójától, el tudtak jönni a litvánok egy Fiola és Négo mögött nyílt területre, és ezután pedig végül gól tudtak szerezni egy összességében egészen szép egyéni akció végén. De akkor mi történhetett a második félidőre, ami így megváltoztatta a dolgokat, hogy a válogatott 2-0-ról képes volt felállni a mérkőzésen? A találkozón Styles beállt, ami azért egy elég nagy változást eredményezett, hogy Gazdag helyére ő lépett fel, ő került a hatos pozícióba vissza, ő volt, aki felvette a labdákat, de ennek ellenére a magyar válogatott nem állt annyira vissza, hogy egy 4-2-4-et játszon Szoboszlai, ugyanúgy magasabban helyezkedett, mint ahogy az Gazdagnak kellett volna, vagy csinált a Gazdag is a mérkőzésen. Styles játszott ebben a hatos pozícióban, neki ez jobban áll azért sokkal, mint Szoboszlainak, legalábbis főleg ebben a rendszerben. A nyomásról sokkal többször tudott könnyebben kifordulni és passzokat felfele megnyetszeni, mint a Szoboszlai tudta tenni. Nyilván lehet, hogy az is benne volt, hogy a litván játékosok idővel elkezdtek fáradni, és nem tudtak annyira koncentrálni arra, hogy Styles nyomás alatt tudják tartani, de Styles jobban is el tudott mozogni, és esetleg olyan helyekre is elmozgott, visszament, ahova már azért annyira szorosan nem követték, így ő fel tudott venni egy labdát, és meg tudta játszani a mélységben a csapattársakat, amihez az is kellett, hogy Szoboszlai viszont elvégezze azt a munkát, amit Gazdagnak is el kellett volna, hogy sokkal jobban leváljon az emberéről, és akár mélyebben visszajöjjön elkérni egy labdát, visszajön a vonal mellé, és akár elkérni egy labdát a féltületben, mélyebben jöjjön vissza, visszajön akár a középre is, és felvigyen egy labdát, ami után pedig előre ő be tudja ezt szippelni, és már ebből megnyílik a lehetősége háromszög kialakítására, Szalai is esetleg csatlakozik a játékba, akkor akár négyszögeket, rombuszokat is ki tudnak alakítani a mérkőzésen, hiszen Szoboszlai képes volt arra, hogy viszont mélységből ő visszajön, és felvegye a labdát, és behozza az utolsó sorba a labdát, amit nem láthattunk Gazdagtól, viszont Szoboszlaitól sem az első fél időben, mert ő ehhez túl mélyen játszott, ezt ő nem tudta volna megtenni, mert
ő volt az a játékos, akinek fel kellett passzolni a labdát, viszont most Stiles lett az a játékos, aki felpasszolta a labdát, és Szoboszlai lett az a játékos, aki viszont felhozta, és az utolsó pár méteren becipálta a labdát, és utána pedig kombinatív játékot tudott igazából kialakítani. Ez volt az a változás, ami után több kombináció segítségével már a magyar válogatott a pálya szélső részén helyzeteket tudott kialakítani. Rossi bátorkodott egy kisebb taktikai váltással, ami ezen a mérkőzésen most nem ült, ezért erről részben le is mondott, ami után a magyar válogatott visszanyerte formáját, és 2-0-ról ki tudott egyenlíteni. Összességében elmondhatjuk, hogy fél láb hiány, de ott vagyunk a jövő évi németországi kontinens viadalon. Ha tetszett ez a videó, és szeretnél hasonló elemzős tartalmakat látni, akkor mindenképpen iratkozz fel, és kapcsold be a csengőt. A véleményedre tudod like vagy dislike formájában jelezni. Ha más gondolatod van, azt pedig írd meg mindenképpen a kommentek között. Ez itt a taktikai tartalom, én Bonai Gergely vagyok. Hello!